van úgy, hogy felébredek, és fogalmam sincs róla, hogy ki vagyok. Tudja, iszonyú furcsa érzés, ha körülnéz és maga épp valaki más, de sejtelme sincs, hogy ki. Az is lehet, hogy sokkal jobb így, mert az életemnek vannak részei, amikre vétek emlékezni. Ezzel nincs egyedül. Sérült eszközök vagyunk. De ha ez van, ez van. Én már elfogadtam. Mindenki mesél magának egy történetet. Én azóta máshogy mesélek. Vannak, akik megijednek attól, hogy másként is élhetnének. Vannak, akik úgy hozzászoknak a dolgokhoz, még a rossz dolgokhoz is, hogy nem mernek változtatni. Az ilyen emberek feladják. És ha ők feladják, mindenki veszít. Kételkedni kezdtem magamban. Abban, aminek magamat gondoltam, vagy abban, hogy az vagyok, akinek hittél, ami még rosszabb. Azt hiszed, hogy én nem parázom szét magam reggeltől estig? Folyton arra gondolok, hogy előbb-utóbb rá fognak jönni, hogy ki vagyok igazából. Amikor félsz és kételkedsz, akkor kell legjobban a másik. Mondok neked valamit. Az öregkor... Igen, tudom. Rossz megöregedni. Az öregkor egy ajándék. Erről néha megfeledkezem. Pedig az... Mit akar, ha tennél többet az ember? Nem vesztettél ám el mindent. Sok minden maradt neked.